Talán nem meglepő, hogy Baka Zoltánnal is a labdarúgással kezdjük, hiszen ő is nagy foci rajongó. Szervusz, jó reggelt, köszönjük, hogy itt vagy. Jó reggelt. Hogy vagy ebből a szempontból? Fotball szempontjából? Hát Én mondanám, most... hogy csalódott vagyok, de ez így nem volna teljesen igaz. Én azt tippeltem, hogy azért tovább fogunk menni a csoportból, és talán még egy kört is tudunk menni, de ez nagyon optimális elvárás volt. Ezt magam is belátom. Valóban körülbelül ez a realitás. Hát ez, ez, a példa is azt igazolja, hogy nem jó az, hogy hogyha kiengedjük a kezünkből a sorsunk irányítását, és más csapatokra bízzuk a további jutást. Hát nyilván nem tudatosan engedtük ki, ennyit tudtunk a három ellenfél ellen, nem? Ö... Többet kellett volna tudnunk? A játék, a mutatott játék az nekem csalódás. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a válogatottnak két erénye biztos volt a korábbiakhoz képest. Az egyik az, hogy meg tudott nyerni kulcs momentumokat meccs közben másik pedig az, hogy nagyon feszesen tudott játszani, tehát fegyelmezetten, koncentráltan, taktikusan és célra törően. Az elsőből kaptunk kizárítót, a skót meccs végén, amikor a hosszabbítás tizedik percében egy nagyon flott kis támadást vezettünk. A másodikból én nagyon keveset láttam. Ez a csapat sokkal szétesőbb volt, mint amire én számítottam. Valami hiányzott, kohézió nem működött és szerintem ez ütött vissza mindhárom meccsen. Egyik meccsen sem játszottunk jól, azért ezt kár volna tagadni. Egy, egy, picit ezt a témát kitágíthatom, mert hogy a, az EB szereplésünkkel kapcsolatban kialakult egy régi új vita a magyar nyilvánosságban, annak kapcsán, hogy ugye Orbán Viktor a századik perces gólhoz gratulált, viszont mondjuk a vívók teljesítményéhez a vívó eb nem, vagy mondjuk korábban az úszókat is ide lehetett hozni. Talán a lentulai Krisztián, nyári Krisztián közti vita mutatta meg a legjobban ennek a mélységét, szóval, hogy van itt keresni valója azoknak, akik azt mondják, hogy akkor a vívóknak miért nem gratulálunk egy egy sokkal nagyobb teljesítményhez? Hát, hogy ne volna? Hiszen ha csak azt nézem, hogy mely sportágok szállítják stabilan az olimpiai érmeket, valóban az úszás, meg a vívás kiemeltek tekintetben, miközben a Magyar labdarúgók nem is tudom, talán a 60-as években volt utoljára, hogy döntőbe kerültünk, vagy a 70-es évek legelején ö, jutottunk talán négybe, úgyhogy adósak a magyar fotbalisták ilyen értelemben, de hát azért kár volna azt eltagadni, hogy a labdarúgás volt, van és lesz is a legnépszerűbb sportág, nem csak nálunk, hanem a világ számos országában, ez nem kisebbíti az egyéb sportágakban versenyzők érdemeit, de az, hogy kevesebb reflektorfény esik rájuk, ez valahol sajnálatos módon, de valahol de természetes a és törvényszerű. Egyensúlyoznia vagy nem? Én azt gondolom, én nem figyeltem Orbán Viktor aktivitását, hogy reagálta-e a vívásra vagy az úszásra. Megmondom őszintén, hogy én, aki én nagy sportrajongó, űző és hírfogyasztó vagyok, én sem nagyon figyeltem a, az úszó elbéről érkező híreket. Ilyen címlapokban láttam, hogy talán minden idők legjobb szereplését sikerült közben letenni az asztalra. Minden más körülmények között én is figyeltem volna az Úszó ebé eseményeit, vagy akár a vívók teljesítményét, de még esetemben is a alapdarugás mindent elhomályosított. Még hat hozzak be egy szempontot. De csak egy mondatnék, hogy egyébként igen, tehát illenék a magyar miniszterelnöknek ezekre a tényleg kiugró sikerekre is az ország nyilvánossága előtt reagálnia. Szóval van egy másik szempont, nagyon sokan szídják most Angliát és Portugáliát, mint akik bennünket cserben hagytak, hiszen ha ők nyertek volna az ellenfeleik ellen, akkor mi most ott lennénk a 16 között. Erről mit gondolsz? Hmm. Ott is akkor én is nagyon dühös voltam rájuk, amikor lefújták ezeket a meccseket, de hát azért lássuk be, hogy nem az első rangú szempont az angol és a portugál taktika kidolgozása során, hogy a magyar válogatottat tovább segítsék a, a csoportból. Megvannak a saját érdekeik, pihentetni a kulcsjátékosokat, készülni az első éles körre, tehát a továbbjutás követően az, a, a negyed döntőkre. E, és hát való, én azt sem zárom ki egyébként, hogy a portugálok kicsit játszottak, sarkoztak. Tehát ott két potenciális ellenfél jöhetett szóba, vagy Magyarország, vagy Szlovénia. Lehet, hogy úgy gondolták, hogy nekik Szlovénia. Jobban. Nekem egy erős párhuzam jutott eszembe, de nyugodtan olcsatok le, hogyha hülyeség. Tehát, hogy ki, mikor más érdekeit nézi bárki. Nekem az ugrott be, hogy Orbán Viktor arról beszélt az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy ő egyetlen dologra figyel a magyar érdekre. Na most ott ugye azért százezrek halnak meg egy ilyen konfliktus, és ott ez a hozzáállás. Akkor ez a párhuzam, hogy az angolok meg a portugálok most egy futball világbajnokságon vagy EB-n nem figyelnek egy másik ország érdekeire? Uh -huh. Tehát, hogy ez egyet nem nagyon lehet akkor nagyon távol Esik a két dolog egymástól, ebben egyetértek veled, de értem, hogy milyen párhuzamot akarsz, akarsz vonni. Kicsit megerőszakoljuk a dolgot, akkor valóban felfedezhetőek összefüggések. Válthatunk témát? Válthatunk. a focit? Nehezen, uh, de igen. Érzékelem. Hát egyébként a Magyar Nemzet címlapján ez a nem továbbjutás, ez még uh, nem szerepel, a, a népszava már hozta, hogy kiestek a magyarok. Viszont a Magyar Nemzet címlap az, hogy Orbán Viktor megszerezte Macron támogatását, mert hogy Berlin és Röma után Párizsban tárgyalt a uh, magyar miniszterelnök, és itt a, az európai gazdaság versenyképességéről van szó, viszont legalább ilyen fontos hír az, hogy uh, egy új európai frakció létre Hozásán dolgozik Orbán Viktor. Ezt a népszava írta meg tegnap először, és az új frakcióban például csehek, szlovákok, jelenleg az icr ülő Lengyel jog és igazságosság, valamint a jelenleg a néppártban ülő szlovén demokrata párt is talán részt vehet. Mennyire lehet sikeres ez a frakció alapítási Az hát Azt hiszem, közülük pont a szlovének már jelezték, hogy azért nem annyira nem akarnak csatlakozni ez a brigádhoz. Hát Orbán Viktor egy kényszerpályára került, tehát azzal, hogy Meloniéktól kosarat kapott, ezért neki egy új stratégiát kell kidolgoznia. Látszik, hogy hogy nem tud összeállni az a jobboldali tömb, ami az ő fejében él, ami a, az ID-tól kezdve az ECR-en át a néppárték terjedően egy nagy egységes jobboldali tömb, ami többséget élvez az Európai Parlamentben, hogy ez létrejöjjön. Nagyon látványosan határolódtak el Orbán Viktortól azok a politikusok, akik egyébként fontos szerepet fognak kapni a következő parlamenti és uniós ciklusban, itt elsősorban az olasz miniszterelnökre, pontosabban államfőre gondolok, Melónira. Úgyhogy Kíváncsian várom, hogy ez hova fog, ö, hova fejlődnek ezek az ügyek. Ö, most azt hiszem, az az Orbán, az lehet Orbán Viktor célja, hogy, hogy kiszakítson valóban pártokat ezekből a, a frakciókból, párcsaládokból, és meggyőzze őket, hogy, hogy akkor közösen próbáljanak létrehozni valamit, de ha jól tudom, akkor így is olyan 80 valahány tagot számlálna ez a frakció, tehát azért messze volna attól, hogy a legerősebbek között említsük uh -huh. őket. És ott mi, mi lehet az ajánlat? Tehát, hogy már valamilyen pártsaládban ülő pártokat elvonjon az, az eredeti pozícióból mit tud ajánlani, hogy miért lenne jobb. Úgy új... tud ajánlani, ez a régió barátságra alapozott, tartsunk ezt összecimborák, szerintem ez állat az egész mögött, és bízunk abba, hogy majd úgy fordulnak a szelek, úgy fújnak a szelek, hogy egyszer számunkra is kedvező lesz. Szerintem Orbán most a következő évek kibekkelésére készül, és nem arra, hogy, hogy ő adja majd a stratégiát. Azt meg lehet mondani, hogy egy átlag magyar állampolgár számára mi a jelentősége, hogy a legnagyobb magyar párt mondjuk frakción kívül van az Európai Parlamentben, vagy valahova be tudna csatlakozni. Tehát előnyök, hátrányok, nyilván elő nem sokkal. Egyáltalán nem érdekli a magyar választót uh -huh. ez, hogy, hogy Orbán Viktorék hogyan mozognak az Európai Parlamenten. Belül, ugye orbánek is gyakran hangoztatják, hogy nem az az érdemi döntéshozói fórum az Európai Unióban, hanem a tanács és a bizottság ott dőlnek el a dolgok. Ő mindig is igyekezett kisebbíteni az Európai Parlament jelentőségét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez érdemben nem befolyásolja, a hazai választó gondolkodását. Valami fajta belpolitikai lecsapódása annyiban lesz, hogy Orbán Viktorék befolyása az lényegében a nullához konvergál mostanra az Európai Unióban, és ezen még a soros EU elnökségünk sem fog javítani. És a saját választóikból, és a saját választóikra ez hogy hathat, hiszen eddig azt hallottuk, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag Európa egyik vezető politikusa. Hát mennek elfoglalni Brüsszelt. Tehát ez volt még a választások előtt. A, hát ezért a... kérdezem, hogy most, hogyha te azt mondod, hogy gyakorlatilag nulla befolyása van, ezt a saját választóknak miként lehet megmagyarázni? Nem kell megmagyarázni. Nem kell, Nem kell vele foglalkozni. Más témákat kell majd előre, előhozni. Az szintén egy ilyen bájos pillanat, amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy az uniós elnöksége alatt az Európai Unió versenyképességének javítását helyezi a célpontba. Mondja ezt egy olyan ország miniszterelnöke, amely ország most arra az összes versenyképességi listának a leghátsó tartományába került Orbán Viktor kormányzása alatt. Érdekes kísérlet lesz. Na beszéljünk még majd a hazai gazdasági szempontokról, és ha már gazdasági újságíróval ülünk ide először. Euh, megszületett a DK-ban is a reakció a választási verességre, euh, amelyet szintén a Magyar Nemzetből idézek, Jézus, has, Jézushoz hasonlította magát Gyurcsány címmel idéznek, mert hogy egyrésztről egy hosszú Facebook videóban elemezte a helyzetet Gyurcsány Ferenc, aminek talán az volt a lényege, hogy a DK legerősebb felállása, legjobb csapata mostani, és nem követtek el olyan hibát, amely miatt akár az elnök Akár a pártának le, le kellene mondania, és aztán a rónai egonnak is az index konkrétan című műsorában ez bővebben kifejtette, és azt mondta, hogy a haza legyen büszke arra, hogy olyan párt létezik, mint a DK, Független attól, hogy 300 vagy 200 300 ezer vagy 2 millió ember támogatja, és pártját, illetve önmagát Jézus Krisztushoz hasonlította, mert mint mondta kezdetben a megváltót is csak 12 apostól követte. Nem mond le uh... Szerintem Mekra nem is, vaj? szerintem, hát én végignéztem ezt a többi 40 perces, nem is tudom, performance, minek nevezzem, tehát teljesen szokatlan új dimenziót nyitott a, a politika kapuján Gyurcsány Ferenc. Előbb beszéltük hogy... ezt, hogy, hogy engem ez leginkább a régi rádiós jegyzetekre emlékezte, tehát a régi 168 órás rádiós jegyzet, amikor, amikor néha kiszólnak a hallgatónak, őket is bevonják a, a, a párbeszédbe, kérdéseket tesz föl a, a, a jegyzet felolvasója meg is válaszol, azokat. Az egész hangulat egy régi rádiós jegyzet hangulat volt. Szerintem nem az a kérdés, hogy le kell -e mondani a Gyurcsány Ferencnek, ezt ők majd eldöntik párton belül, de az, hogy elő tudott állni egy olyan helyzet, amikor szerintem a DK történetében először tényleg élesen, élesen föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy valóban kell egy Gyurcsány Ferenc. Mert eddig azért azt láttuk, hogy az ellenzéki oldalon Gyurcsány irányadó volt. Nem lehetett megkerülni. Az ő gravitációja sok mindent meghatározott az ellenzéki térfélen. Ez most a Tiszapárt berobbanásával elmúlt. Tehát innentől kezdve nincs az, ami megtartsa Gyurcsányt abban a pozícióban, hogy ilyen egyértelműséggel kezelje azt, hogy ő neki le kell -e mondania, vagy sem. Szerintem ennyiben más a mostani helyzet, most tényleg élesen föl lehet tenni ezt a kérdést. Az meg, hogy nem mond le, azt hiszem, hogy nagyon ragaszkodik és túlságosan büszke arra a tizenvalahány évre, ami alatt a DK-t eljutatta addig, ameddig, de ez a legutóbbi választás egy elég komoly és erős visszajelzés volt a, a választók részéről, hogy ők másképp értékelik ezt a folyamatot. Ráadásul hát a Jézus párhuzam nagyon nem áll meg, hiszen a DK a jelenlegi támogatottságát megelőzően sokkal magasabb szinten áll, tehát ott egy zuhanás van. Úgyhogy arra hivatkozni, hogy Jézusnak először 12 követője volt, majd aztán a félvilág azóta. Ez kicsit túlzás volt, szóval na mindegy, ez, ez nem állja meg a helyét, de talán nem is lényeges. Ha már említetted a Tisza pártot, Róluk nem tudunk szinte semmit továbbra sem, holott már felvették a mandátumukat az LP-be, nem lehet elérni a képviselőiket. Mit gondolsz erről, mint újságíró például? Hát ez nagy talány nekem továbbra is, hogy mit tervez a Tiszapárt, és talán még érdekesebb a közgyűlésbeli szeretük. Tehát, hogy mit akarnak a fővárossal. Szerintem ott fog igazán kibukni, hogy hol vannak a határaik. Sokan mondják, hogy céljuk lehet, hogy, hogy megbuktassák karácsonyt és a közgyűlést, és egy új választást érjenek el cikluson belül. Én ezt nem tartom valószínűleg 2006 ig előre, 26-ig előre tekintve semmiképpen. Én azt gondolom, hogy a tiszta számára az egy életveszélyes helyzet. Lehet, ha csak nem teljesen biztos a dolgában, hogy egy abszolút többséget tud elérni a közgyűlésbe, mert hogyha tíz helyet mondjuk lesz, nem tudom, 15 képviselője, meg egy ad egy főpolgármestert, az még pont nem abszolút többség, uh -huh. és ugyanabban a helyzetben kerülnek, mint most karácsony. És senki nem fogja nekik elfelejteni, hogy megbuktatták például karácsonyékat, tehát ott egy béna kacsa állapot fog kialakulni, ami nagyon rossz optika, optika lenne a 26-os választások hogy az első komoly politikai megmérettetésbe bele törik a bicskájuk. De azért van egy érdekes párhuzam Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter között, és emellett nem tudok elmenni. Tehát Gyurcsány is arról beszél, mint Magyar Péter, hogy a magyar média ámlok a felelős azért, hogy ez a választás úgy alakult azért, és megkérdőjelezi azt, hogy ez a független demokratikus média ez mennyire tájékoztat hitelesen, tehát alássa a magyar média hitelességét, szóról-szóra ugyanazt mondva, mint amit egyébként Magyar Péter is állít ezzel kapcsolatban. Érdekes, hogy itt egy platformra került ez a, a két politikus. És ami még nagyon érdekes nekem, hogy miközben karácsony a jelek szerint nyitottnak mutatkozik arra, hogy Magyar Péterrel egyeztessen a továbbiakról politikai szempontból. Gyurcsány ezt lényegében teljesen kizárta a maga részéről, miközben az ő jelöltjük is volt egy karácsony. A főpolgármesterségre. Mm. És még ugye az is egy érdekes, párzeli darab, amit a medián tegnap, hogy a Tiszapárt szavazói meg a legelszántabb, hát ez a másik. Merellenes. Ez a másik, ami szintén viselik. érthetetlen. Tehát, hogy hogyan rezonál egy tiszapárti fenn arra, amit a főnök, Magyar Péter például az Európai Unióval kapcsolatban mond, például az Orbán kormányzás pozitívumait, amikor megemlíti, miközben a legnagyobb az elutasítottság a szavazókon, szavazók között a tiszapártban az Orbán rendszerre. Ez a kohézió magja alapja, hogy alapvetően ők az Orbán rendszer ellenében álltak így össze, minden más, ténylegesen másodlagos, a szak szakpolitikák minden másodlagos, úgyhogy nekem csak szaporodtak a kérdőjelek a választás után. Vajon ehhez az attitűdhöz fog igazodni a Tisza vagy ezt az attitűdöt tudja megváltoztatni? Mit tudom én, hát én nincs, hát, előttem jól, a, nincs előttem a... <laughs> Egy ilyen sokmilliós kérdés, jó kérdés jó. A, Én nem tudom ö, olvasni Magyar Péter mozgását e tekintetben. Sokkal nehezebb, mint bárki másért, és nem csak azért, mert ő... Szerintem ugye az eseményeket jól követve, folyamatosan próbálja magát korrigálni, hanem azért is, mert igazán színvallásra még nem került uh -huh. sor, és ezért lesz érdekes, amit mondtam például a fővárosi közgyűlésben, hogy hogyan mozognak, hogy a, tényleg a karácsonyékkal fognak menni, vagy a Fidesz-szel. Harmadik út nincsen, tehát ott el kell dönteni, hogy, hogy A vagy B. Hát mondjuk ő azt mondta, hogy ügyek mentén fognak politizálni, tehát ha így nézzük, akkor tud cikcakba aladni. Az azt mindenki úgy fogja lefordítani hogy az egyik oldal mellett foglalást. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Zoli!